December 13-a Luca napja. Ezen a napon régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek. Ezen kívül számos népszokás is kötődik a naphoz. De hogy mik azok a népszokások, amiket már felemésztett az idő, és mik azok, amik még ma is élnek, Lukács László néprajzkutatótól kérdeztük. Luca napja az az egyik legnagyobb jeles nap az esztendő során, hogy a régi naptár, a Julian naptár szerint ez volt a téli napfordulónak a napja, és Luca-kor volt az esztendőnek a legrövidebb nappala és a leghosszabb éjszakája. És Luca-kor fordult mindez meg, ami most ugye december 22-én van, és inkább karácsonyhoz kötődik, mert a régi és az új naptár között ugye 12 nap különbség van. De annak ellenére, hogy ez a 12 nap az előre ugrott, tehát a karácsonyra került a napforduló, december 22-ére. A régi helyén is december 13-án nagyon sok népszokás megmaradt, ami már több évszázad alatt meggyökeresedett az európai népeknél, és azt mondhatjuk, hogy egész a 20. századig nagyon sok helyen megtartották. Az első az a, mivel ez egy határnap volt, egy jelentős határnap, tehát lezárult az óév, hogy úgy mondjam, és kezdődött egy új év, legalábbis a napjárása szerint. Ezért, mint határnaphoz mindenféle varázsló és jósló cselekedetek kapcsolódtak. Hát az első, az a baromfiakkal kapcsolatos cselekedet, mert ugye a Luca, vagy Lúcia, az mégiscsak egy nő volt, legalábbis női név, és ez a név, ez önmagában is a fény, a lux, a latin lux szóból származik. Tehát a nőkkel kapcsolatos varázslások jellemzők javarészt a Luca napra, vagy a tyúkokkal kapcsolatos, baromfiakkal kapcsolatos varázslások, ami szintén a nőknek a feladott köréhez tartozott, hiszen ők gondozták a baromfiakat, és hát a hasznát is ők élvezték a családon belül. Az első ugye a Luca napi tyúkkurkálás, ugye a cél az volt, hogy minél több és jobb és korai kótlósuk legyen, hogy tudjanak kora tavasszal, vagy a tél végén minél előbb ugye megültetni kisibéknek, tehát a tojásra rákotlik a tyúk, a kótlós, akkor ugye nagyon gyorsan lesz kora tavasszal kiscsibe. És ez fontos, mert már akkor őszre egészen nagy lesz. A másik dolog, hogy nagyon sok tojás legyen. És ugye ez a Luca napi tyúkkurkálás, ez vagy a házi gazda, vagy a házi asszonynak a feladat körébe tartozott, hogy bizonyos okig titkosan, egy szót se szólva, a disznó pörzsölő fával, a piszka fával, amivel ugye a disznó szalmával történő pörzsölésekon a parazsat, a szalmát kotorták arrébb a disznóra, vagy a disznóról, hogy ezzel a kormos füstös fával ugye bekurkált, beszurkált a gazda, vagy a gazda asszony a tyúkolba, hajnalba, mikor a tyúkok még ott ültek az ülőben, és ugye mondta, hogy toljatok, kotoljatok, toljatok, kotoljatok nekünk, sokat toljatok, másoknak csak kotoljatok. Tehát ezzel a varázs igével, hogy úgy mondjam, igyekeztek tojásra és kótlásra biztatni a saját tyúkjaikat. És ugye, ha valaki megcsinálta bizonyos mértékig titkosan, akkor legfeljebb annyit mondott, amikor bement a házba, hogy na, elvégeztem a kurkálást, de többet nem is beszéltek róla. Ugyanígy ezt a szolgálta a legényeknek, vagy fiúgyerekeknek a Luca napi kotyolása is, azaz egy kotyoló vers, egy varázséneknek az elmondása, házról házra járva, két-három tagú legény csoportok ugye beöltözve, ugye kifordított bundába, kezükbe, bottal, sokszor láncos bottal, esetleg köcsögdudával a kezükben, végigjárták a házakat, és ugye szalmát vittek magukkal a hónuk alatt, és voltak vidékek, ahol rátérdeltek erre a szalmára, a konyhába, és úgy mondták a rigmust, máshol csak egy pár szál szalmát elszórtak a konyhában, és a gazdaasszony ezt összeszedte, és a tyúkoknak a fészkébe tette, hogy a fiúk által érintett szalma, ugye, az majd tojásra
hát ingerni a tyúkokat, tehát olyasra készíteni a tyúkokat. És közben mondták, térdelés vagy szalmaszórás közben a Rigmusra, a legények, hogy Luca, hogy majd hajnal lesz, majd megvérad, szólnak a kakasok a góréban, ha nem adnak szalonnát, levágom a gerendát, ha nem adnak diót, levágom a hízót. Szóval a lényeg az, hogy gyűjtöttek ugye valami kis adományt is, és szétszórták a szalmát, amit ahogy említettem a gazdasszony a tyúkok fészkébe. Tehát, na most voltak köztük olyanok, akik hátra mentek a tyúkolba a legények közül, és szintén bekurkáltak a piszkavával, hogy tyúkok közé, hogy jó tojók legyenek, és jó kótlók. Na most mivel ez egy határnap, ezért, hát hogy úgy mondjam, ilyen férjóslónap is volt a lányok számára, ugye igyekeztek megtudni a lányok, hogy ki ez, milyen nevű ez, és mikor mennek férjhez. Ugye ez a legegyszerűbb módja az volt, hogy férfi neveket írtak, ugye papírosba, és akkor belerogták 12 gombócba, azt kifőzték, és akkor hát amilyen, amely gombóc először följött a forró vízbe, azt kibontották, és amilyen nevű volt a papíron, olyan nevű lesz a férjük. Ezt úgy is variálták, hogy egy ilyen 12 ágú csillagot csináltak papírból, és mindegyik csillagra ráírtak, mindegyik csillag hegyére, ágára ráírtak egy férfi nevet, azt behajtották, mind a 12-t, és akkor a fejük alá tették a párna alá. És akkor reggel fölébredtek, mindig egyet kinyitottak, megnézték, hogy milyen nevű, és amelyik ugye karácsonyra maradt az utolsó, olyan nevű lett a férjük. Bonyolultabb volt a Luca napi ólomöntés, aminek a lényege az volt, hogy ugye egy vaskanálba a tűzhelybe fölolvasztottak ólmot, és azt egy lavorba, egy edénybe beleöntötték, és ugye az a forró ólom, folyékony ólomot szétfutott a hideg vízbe, és különböző darabjai, különböző alakot vettek fel, és ezekből a formákból igyekeztek a lányok arra jósolni, hogy milyen foglalkozású lesz a férjük. Például egy huszárt sákó alakú lett az egyik ólomrög, akkor azt mondták, hogy biztos katona lesz a férjük. Ha egy fejszá alak, akkor biztos favágó, és így tovább. Most igyekeztek kifürkészni ezen a jelentős határnapon az emberek, hát főleg az asszonyok, hogy a jövő évi időjárást is. Ez volt a Luca kalendárium. A Luca kalendáriumnak a lényege az, hogy minden nap megfigyelték a Luca nap és a karácsony közötti 12 napnak az időjárását. Minden nap megfelelt a következő évben egy hónapnak. És akkor felírták, sőt még sokan úgy végigkísérték az egész napot, hogy reggel ködös, borul, délbe kisütött a nap, délután első hó, csapadékos, hideg, meleg, és akkor azt is figyelték, hogy ahogy változik a napnak az időjárása, majd abban a következő évi hónapban, az a hónap is jelez, hogy az eleje az, nem tudom, hideg lesz, a közepe napsütéses, a vége pedig a csapadékos. És akkor ez volt a Luca kalendárium. Most igyekeztek hát a boszorkányok ellen is küzdeni, mert ugye a rontás főokozóinak a boszorkányokat tartották, a betegségek a rontásnak a fő, hát okai a boszorkányok voltak, és ugye készítettek, hát főleg a legények, ugye a Luca széket, amit el kellett kezdeni december 13-án, és minden nap egy kicsit dolgozni rajta, és minden darabjának más falu határából kellett, hogy legyen, onnan kellett lopni, megszerezni, és ugye a 12. napra, azaz a karácsony éjféli misére, ugye elkészült, elvitték a templomba, és arra ráülve, hát meglátták a boszorkányokat, hát olyan módon, hogy amikor az Úr fölmutatást végzi a pap, fölmutatja az oltári szentséget benne a Szent Ostyával, ugye ezt mint szent elmény, ugye a gonosz boszorkányok nem bírják, nem bírnak felé nézni, és akkor ráng, így a nyakuk hátra felé néznek, és ezek a boszorkányok. Vagy azt is megláthatták, hogy a boszorkányok azok különböző állatalakba jönnek be a templomba, például ökör alakba, némelyiknek olyan nagy szarva is van, hogy még a fejét is el kell fordítani, hogy a szarva beférjen a kis templom ajtón. De amikor ezt már felfedezte, hogy kik ezek a
rendszerint asszonyok, a boszorkányok, akkor el kellett rohanni Luca székkel együtt, és a boszorkányok ugye észrevették, hogy felfedezték őket, és elkezdik újzni a legény. A legénynek mákot vagy lencsét kell szólni a szűre zsebéből, és ezzel visszatartja a boszorkányokat, mert fel kell nekik egyenként szedni, és az alatt hazaér, és akkor bedobja az égő kemencébe a Luca széket, és utána már nincs hatalmuk rajta a boszorkányoknak, de különben a boszorkányok ugye agyon nyomnák, megbetegítenék. Van Várról egy nagyon szép elmondás arról, hogy a Luca szék két készítő legényt elkapták a boszorkányok, és a Váli víznek a hídjához. Oda vitték, és egy hajszálon egy nagy malomkövet lógattak a feje fölé, és azt mondták, hogyha valakinek elmondja, hogy kik a boszorkányok, akkor ezt elengedik, ezt a hajszálat, és nagyon csapja a malomkő. A lényeg az, hogy ezért aztán nagyon kevés Luca széke maradt meg, mert ugye elégették a legények az akció után, de mégis elmondhatjuk, hogy a Néprajzi Múzeum, a Budapesti Néprajzi Múzeum első Luca széke, az Válról származik, ahol egy Körmendi János nevű legény azon ült éjféli misén, december 24-én 1868-ban. És ezt elkobozta tőle a templom atya, és átadta az esperesnek, és az esperes pedig fölvitte a Nemzeti Múzeumba. Akkor még nem volt külön Néprajzi Múzeum, hanem a néprajzi gyűjteménybe besorolták, és aztán abból lett a Néprajzi Múzeum, 1871-es leltári számot kapott, és a Váli plébános őspörös, vagy őspörös plébános egy kis cédulát is ragasztott az aljára, amiben mindezt leírta, és ez a kis cédula tintával írva ma is megvan a kis hát, Luca széknek az alján. Tehát ez is a, hát a, úgy mondjam, a jövő évben, hogy kiküszöböljük a jövő évre a rontó boszorkányokat. Ez is a Luca napnak az egyik fontos feladata volt. Aztán az egész élet-halál kérdésében is szoktak jósolni a Luca pogácsával, ugye egy pogácsával tettek mindenki számára egy tollat, egy ilyen lúgtollat, azt beleszólták, és megjegyezték, hogy melyik pogácsa ki, és akinek megpörkölődött a tollarról, azt mondták, hogy hát valószínű, hogy valami nagy betegségbe esik, következő évben esetleg meg is hal. Úgyhogy ilyen jövő jósló, férjósló, egészségjósló, időjárásjósló nap volt a Luca nap.